Jó reggelt kívánok, köszöntöm Önöket az ATV híradójában, én Gajdos Tamás vagyok. A magyar írásbelivel megkezdődött az érettségi, összesen 111 ezeren vizsgáznak az idén. Nem lehet építési területre törvénytelenül behatolni, mondta a miniszterelnök az ellene tüntető diákokról. És elfogadták a Pegasus jelentést, szerint Magyarországon a kémprogramok használata a kormány stratégiájának a része. A matematika írásbelikkel folytatódik ma az idei érettségig sora. A vizsga 9 órakor kezdődik, középszinten 70.394-en, emelt szinten pedig 4.537-en érettségiznek majd. A középszintű feladatsor két részből áll, az első 45 perces részben 12 egyszerű feladatot kell megoldaniuk a diákoknak. A második feladatlap megoldására 135 percet kapnak. Ebben a részben már hosszabb, kifejtősebb, gondolkodtatóbb feladatok vannak, így itt jobban előtérbe kerül a diákok matematikai, logikai érzéke. Tegnap egyébként a magyar érettségit írták a diákok. A Magyar Tanárok Egyesülete szerint korrekt volt az idei feladatsor. A tudást is megköszönték tanáraiknak az ELTE Radnóti Miklós gyakorlóiskola tanulói ezen a kifüggesztett molinón. A végzősöknek erre szükségük is volt, hiszen a legtöbbjüknek hétfőn a magyar nyelv és irodalommal indult el az érettségi szezon. Idén az oktatási hivatal szerint közel 73 ezeren tesznek közép, míg csaknem 1800-an emelt szintű magyar érettségit. Összesen mintegy 111 ezer fiatal vesz részt az idei megmérettetésben. Ebben az évben 111 ezeren érettségiznek, és nagyjából ez az arány szokott lenni egyébként, szóval ez nem kiugróan magas, és nem is alacsonyabb, kb. Ez a 110 ezer fő szokott lenni minden évben. A diákok délután egy óráig dolgozhattak a feladatokon. Sokan viszont már jóval előbb végeztek. Engem az lepett meg, hogy érdekes volt a szövegértés is, meg nekem a novella elemzés is érdekes volt. Úgyhogy ez kifejezetten jó érzés volt, hogy nem csak azért írtam, mert muszáj volt, hanem tényleg volt benne öröm is. Jó páran pedig már a továbbtanulást, vagyis a jövőt tervezik. Én Hollandiába készülök egyébként, közgazdaságtant szeretnék tanulni, és hát Tilburg vagy Rotterdam ez a kérdés, és erről majd döntök. Úgyhogy hát nem egészen az irodalom a szakterületem, de nagyon örültem, mert ez egy viszonylag jó érettségi lett szerintem, csak nem szeretném el kiabálni. Az első részben egy borokról szóló szöveget kellett értelmezni a diákoknak, utána pedig egy kerékpáros kampányról kellett írniuk, vagy egy ajánlólevelet összerakniuk. A második részben egy Lázár Ervin novellát elemeztek, vagy egy Petőfi Sándor és egy Tóth Árpád verset hasonlítottak össze. Korrekt. Az összehasonlítási feladatul elkezdődik korrekt. 2024-ben változik az érettségi. Ennek kapcsán a Magyar Tanárok Egyesületének elnöke úgy fogalmazott, ez a mostani volt az utolsó korszerű érettségi. Ami jön jövőre, az elidegenít az irodalomtanítástól, a nemzeti kultúra, a nemzeti hagyomány éltetése elé akadályokat állít. Tehát azt gondolom, hogy ami jön, az gyereknek, tanárnak és az irodalomnak a lehető legrosszabb. Kedden a matematikával folytatódnak az érettségi vizsgák. Nem lehet építési területre törvénytelenül behatolni, középületeket megrongálni, és nem lehet rendőröket megdobálni. Egyebek mellett ezt mondta a miniszterelnök, amikor a Momentum a Karmelitánál történt tömegosztatás körülményéről kérdezte Orbán Viktort a parlamentben. A könnygáz és a gumibot használatáról kérdezte a Momentum Orbán Viktort a parlamentben. A rendőrök ezeket az eszközöket is bevetették a Karmelitánál, a miniszterelnök hivatala előtt tüntető diákok és tanárok ellen még a múlt héten. Azt szeretném tehát kérdezni öntől, elítéli-e, hogy a magyar rendőrség gumibotokkal ver ártatlan fiatalokat, és könnygáz fed be azok ellen, akik az igazságért tüntetnek, ahogyan egykoron ön. A miniszterelnök a törvények betartására figyelmeztette a Momentum elnökét, és azt mondta, pártja ennek az ellenkezőjére bújtogat. Magyarországon lehet tüntetni, szoktak is tüntetni. Van azonban, amit nem lehet. Nem lehet építési telekre törvényellenesen behatolni, nem lehet középületeket megrongálni, és rendőröket sem lehet megdobálni. Az MSZP-s Kunhalmi Ágnes a szabadság nevében egyebek mellett a véleménynyilvánítás szabadságát kérte számon a tanárokra vonatkozó státusztörvénytervezeten.
Kérdezem én, ha országunk valóban egy ilyen hely, akkor miért tartalmazza a pedagógus státusztörvény tervezete azt a rendelkezést, hogy a pedagógusok nem nyilváníthatnak véleményt a köznevelési rendszer működéséről? A miniszterelnök azzal válaszolt, hogy vannak úgynevezett hivatásszakmák, amelyek külön jogi szabályozást igényelnek. Ilyen az egészségügy, a rendvédelem és a katonaság. Az első hivatásszakmai, ahogy mi mondjuk ilyen modernem nyelven életpályatörvényt, azt nem most fogjuk bevezetni a pedagógusok esetében, hanem talán már 13 vagy 14-ben bevezettük. Az LMP szerint sok sebből vérzik az akkumulátorgyárak építésének ügye. Kanász Nagy Máté megerősítette, hogy pártja értelmezése szerint ezzel óriási összeszerelő üzemmé változtatnák az országot. Amely összeszerelő üzem egyaránt kizsákmányolja a humán erőforrásokat, és egyaránt kizsákmányolja a természeti erőforrásainkat is. Hát tulajdonképpen ez a biztos receptje annak, hogy a közepesen fejlett országok csapdájában maradjunk, avagy ez az élet a félperiférián, és úgy néz ki, hogy itt is maradunk. Magyarországon a legszigorúbb európai normák vannak érvényben, válaszolta Orbán. Semmilyen gyárat nem lehet építeni. Még lópatkót gyártó gyárat sem, nemhogy elektromos autógyárat vagy akkumulátorgyárat, amelyek nem felelnek meg a legszigorúbb, még a németországi szintet is meghaladó környezetvédelmi előírások. Mindenki nyugodt lehet Magyarországon, ha az ő környékén gyár épül, a környezetvédelmi előírásokat be fogják tartani. Orbán Viktor válaszában arra is kitért, hogy az akkumulátorgyárakba első helyen magyarokat, aztán a szomszéd népeket, és csak azután foglalkoztatnak majd más országból érkező külföldi munkaerőt. Magyarországon a kémprogramok használata a kormány stratégiai kampányának része, melynek célja a médiaszabadság és a véleménynyilvánítás szabadságának lerombolása. Egyebek között ezt állapította meg a Pegasus kém szoftver ügyével foglalkozó Európai Parlamenti Vizsgálóbizottság. A Népszava és a HVG beszámolója szerint több országban is kirívó mulasztások történtek a kémprogramok felhasználásakor. Kiemelik Lengyelországot és Magyarországot, de elmarasztalják Spanyolországot és Görögországot is. Azt írják, hogy több tagállamban pusztán politikai célokra használták a kémprogramokat a hatalmon lévő pártok kritikusai és ellenfelei ellen. A bizottság ajánlása szerint a jövőben a szabadságjogok védelme érdekében kulcsfontosságú lenne a lehallgatási kérelmek bírósági engedélyezése és a lehallgatások hatékony utólagos felügyelete. 5%-os emelést kér a kormánytól a nyugdíjas szervezetek egyeztető tanácsa, miután kiderült, hogy a 27%-os nyugdíjas infláció május elejére felemésztette az évelei 15%-os emelést és a 13. havi juttatást is. Juhász László elnök szerint a legnehezebb helyzetben az a közel 1 millió idős ember él, akiknek a nyugdíja 150 ezer forintot sem ér el. Mennyire érzi a drágulást? Szép nagy. Nézze, én már átértem egy inflációt a háború után, úgyhogy már edzett vagyok. Nem szoktam sok mindent venni. Egyedül vagyok, nekem elég egy kis paprika, paradicsom, az kész. Hiába az évelei 15%-os emelés és a plusz egy havi juttatás, május elejére mindent felemésztett a 27%-os nyugdíjas infláció. A Nyuszet 5%-os emelést kér a kormánytól. A nyugdíjasoknak semmilyen tartalékuk nincsen, főleg az alacsony nyugdíjasoknak. Egyik nyugdíjfizetéstől a másikig éppen, hogy csak megélnek, vagy beosztják a nyugdíjakat. Legnehezebb helyzetben azok vannak, akik 150 ezer forint alatti nyugdíjat kapnak. Élelmiszerre 60 ezer forint, háztartási célokra 15, gyógyszerekre pedig 14 ezer forint. Átlagosan Juhász László szerint ennyit költenek a nyugdíjasok egy hónapban ezekre a tételekre. Ha az előbb általa említett 150 ezer forintos nyugdíjat vesszük alapul, ez alapján könnyen kiszámítható, hogy naponta mindössze 2000 forintjuk marad az időseknek. 640 ezeren még kevesebből, mindössze 140 ezer forintból gazdálkodnak. Karácsony Mihály emlékeztetett, a kormány a költségvetési törvényben 15%-os inflációt jósolt. Mostanra azonban még a Nemzeti Bank is magasabb értéket prognosztizál. A nyugdíjas parlament elnöke emelés sürget. Minimum most egy 7-8% nyugdíjemelésre szükség lenne, hogy ne a nyugdíjasok hitelezzenek, mert most hiteleznek a nyugdíjasok, mert fogyasztja a drága inflációval megterhelt árut, és majd esetleg később kap kompenzációt. Farkas András szakértő szerint módosítani kellene az emelés rendszerét.
az élelmiszerinfláció 40% fölötti, és a nyugdíjasoknak majdnem a fele jövedelme arra megy el, hogy élelmiszert vásároljanak. Emiatt kell mindenképpen egy évközi emelést is beiktatni, aztán majd meglátjuk, hogy novemberben kell-e még esetleg további korrekcióra sort keríteni. Levélben kerestük a miniszterelnökséget. Azt szeretük volna megtudni, hogy a kormány terveze évközi nyugdíjemelést, illetve a havi vagy akár a negyedéves nyugdíjemelési rendszer bevezetését. Erre nem kaptunk választ, de a pénzügyminisztérium azt írta, hogy a nyugdíjasok életszínvonala is mindenek előtt a háború és a brüsszeli szankciók okozta gazdasági nehézségektől függ. A kormány célja az infláció egyszámjegyűre csökkentése, valamint a bérek és a nyugdíjak védelme. Zöldségtermesztő, pszichológus, miniszter, orvos, az ő fizetésük nőtt a legjobban az elmúlt 3 év alatt, írja a 24.hu. A portál a KSH adataiból foglalkozási ágonként vizsgálta meg, hogy 2019-ről 2022-re hol nőtt a legnagyobb mértékben a fizetés. Ebből kiderült, hogy az orvosok átlagbére 3 év alatt meg 3-szorozódott. Így egy általános orvos bruttó 426 ezer helyett már 1 millió 270 ezer millió forintot, egy szakorvos pedig 785 ezer forint helyett bő 2 millió forintot keresett tavaly. A törvényhozók, az államtitkárok, a miniszterek állandósága is érdemben emelkedett, havi bruttó 1,8 millió forint felett volt. A legjobban azonban a légiforgalmi irányítók kerestek 2022-ben, ők 2,3 milliót kaptak átlagosan. Fizes többet, kevesebbet kapsz, így összegezte Dobrev Klára az Orbán kormányok elmúlt 12 évének eredményét. A DK árnyék miniszterelnöke felidézte, hogy ez alatt az idő alatt annyi uniós támogatás érkezett az országba, amire még nem volt példa korábban. Grafikonokkal szemléltette, mennyivel magasabb az infláció idehaza, mint az unió többi tagországában, mennyit fordít a kormány oktatásra, egészségügyre, és hol tartanak a bérek és a nyugdíjak a többi tagállamhoz képest. Dobrev Klára szerint euróra van szükség az országban, és mint mondta, be is vezetnék kormányra kerülése esetén. A DK politikusa úgy vélte, hogy a Fidesz uralkodó elitjének mohósága az oka a válságnak és a létbizonytalanságnak, valamint az, hogy a hatalom megtartásáért mindent elkövetnek. Azért vagyunk ma itt, hogy innen is megmondjuk neki, és a következő hetekben, hónapokban mindenhol elvigyük azt a hírt, hogy igenis ellenállunk. Nem engedjük, hogy tovább szipolyozzák az országot. Nem engedjük, hogy tovább szipolyozzák a magyar embereket. Ha engedjük, mindent ellopnak. Megengedjük? Nem. Ez a feladatunk. Javaslatokat fogalmazott meg a Gazdasági Versenyhivatal az élelmiszerinfláció letörése érdekében. A szervezet fontosnak tartaná a zöldségek és gyümölcsök hazai termelésének ösztönzését, a termelési kedv fenntartását. Az ágazati vizsgálat azt is világossá tette számukra, hogy szükség lenne például az öntöző rendszerek telepítésének intenzívebb támogatására és az automatizálásra is. A versenyhivatal üdvözölni továbbá, ha az üveges konzerveket visszaváltható csomagolásban értékesítenék. Az európai parlamenti választások után Magyarország lesz az unió soros elnöke. A kezünkben lesz tehát a különböző döntések levezénylése, amire a magyar kormány ellenfelei is elgondolkozhatnak. Erről is beszélt Varga Judit igazságügyi miniszter az Európa Nap alkalmából a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen rendezett konferencián. Az eseményen közös kerekasztal beszélgetésen vett részt Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter és Hiller István az MSZP egykori elnöke. És a magyar kormány tagjaként én elmondhatom, hogy mi minden nap azért dolgozunk, hogy ez az Európa keresztény legyen. 2024 májusában lesznek az európai parlamenti választások, utána pedig magyar uniós elnökség jön. Varga Judit az Európa Nap alkalmából a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tartott konferencián azt mondta, élni kell a lehetőséggel és meg kell mutatni a magyar rátermettséget és kreativitást. Elnökségünk egy különleges időszakra, ugye közvetlenül az európai parlamenti választások utáni időszakra fog esni. Ez az uniós intézményi ciklusváltás ideje. Nem tudom, hogy ellenfeleink ezen elgondolkodtak-e már, hogy a magyarok kezében lesz különböző döntések levezénylésének a feladata. Az nekem kevés, hogy béke. Az a kérdés, hogy az egy jó, sikeres béke, vagy egyszerűen csak egy megállapodás. Ezt már Hiller István mondta a konferencián tartott kerekasztal beszélgetésen. A korábbi oktatási és kulturális miniszter szerint helyes, hogy az Európai Unió nem a bővítésre fókuszál. A belső együttműködés elmélyítése
és valójában azoknak a belső gazdasági és politikai konfliktusoknak a rendezése, amely most napirenden van, az sokkal inkább dönti el a jövőt, mint a bővítés. Én nem egy melléktermékét, hanem a fő vívmányát látom az európai integrációnak a békében. A területfejlesztési miniszter ezután kijelentette, abszolút bővítéspárti. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy a Balkán eminensen a Balkán, és adott esetben a poszt-szovjet régió ne csatlakozhasson, ha úgy adódik az Európai Unióhoz. Az egy más dolog, hogy ez lényegileg fogja átalakítani az európai együttműködést. De... Navracsics hozzátette, Emmanuel Macron francia elnöknek erre már van is egy javaslata, egy többfokozatú európai együttműködést hozna be, ami a magyar miniszter szerint csak akkor lenne tragédia, ha a fokozatok között nem lenne átjárhatóság. A magyar kormány hivatalosan is jelezte az Európai Bizottságnak, hogy igényt tart az EU-s helyreállítási alap hitel részére is, közölte Navracsics Tibor az atv.hu kérdésére válaszolva. A részletekről nyár végéig kell megállapodnia a kormánynak a bizottsággal, tette hozzá a területfejlesztési miniszter. Az alap hitel része 3300 milliárd forintos EU-s forrást jelent. Az Uniótól a helyreállítási alap első visszanemtérítendő részét is várjuk, ami 2400 milliárd. Bár az erre vonatkozó igényt már tavaly decemberben jóváhagyta az Európai Bizottság és a Tanács, a folyósítási feltételként 27 mérföldkövet szabtak meg a magyar kormány számára, amivel kapcsolatban a múlt héten nyújtottak be egy módosításokat tartalmazó igazságügyi csomagot, írja az atv.hu. A korábbi éveknél kevesebb katonai felszereléssel és jóval szigorúbb biztonsági intézkedések mellett készülnek Oroszországban a győzelem napjára, amely az Európában dúlt II. Világháborús győzelem emlékére tartanak. Több orosz város azonban nem szervez látványos rendezvényeket, ukrán szabotázs akcióktól és merényletektől tartva. A győzelem napjára készül Moszkva, amelyen a II. Világháborúban elesett szovjet katonákról és az európai hadszíntéren aratott szövetséges győzelemről emlékeznek meg. Az ünnepnapot azonban beárnyékolja, hogy fokozott biztonsági intézkedéseket kellett bevezetni az elmúlt hetekben a Kremlt ért dróntámadások miatt. Jó, hogy szigorítják a biztonsági intézkedéseket, és mindenki megérti, hogy van kockázata egy terrortámadásnak. Ez egy fontos nap számunkra, és a leggyengébb pontunkon akarnak megtámadni minket, de nem szabad ettől félnünk, vélte ez a férfi. Ugyan Moszkvában jóval kevesebb katonai és harci eszköz vett részt a felvonulás próbáin, a helyiek azt szeretnék, ha a szokásos módon rendeznék meg a parádét. Szerintem fontos megtartani a felvonulást, hogy új lendületet adjunk a hazafias érzéseknek, mert ez most kezdett némileg ingadozni az ukrajnai helyzet miatt. De szerintem fontos, hogy az emberek tudják, hogy mind mentek keresztül a nagyapáink és nagyanyáink, és mit képvisel május 9-e, vélte ez a férfi. A Kreml szóvivője Dmitrij Peszkov pedig úgy vélte, hogy sok ukrán embernek is szent napnak számít ez a nap, hiszen sokuk rokona harcolt a II. Világháborúban. A Szovjetunió 27 millió embert veszített el a II. Világháború során, többet, mint bármely más ország. Akkor is és ma is azért harcolunk, hogy soha senki ne igázhasson le más népeket, vagy pusztítson el más országokat. Ugyanúgy le fogjuk győzni a modern Oroszországot, ami visszahozza ezt a gonoszt, ahogy a nácizmus is le lett győzve. Ezt már Volodymyr Zelenszkij mondta. Az ukrán elnök hivatalosan kezdeményezte, hogy egy nappal korábbanra, május 8-ára tegyék át az emléknapot. Május 9-ét pedig Európa napnak nyilvánította, amelyben az Oroszország elleni koalíció egységét kívánják megünnepelni azon országokkal, amelyek támogatták Ukrajnát. Emmanuel Macron francia elnök ezen a napon Párizsban koszorúzta meg az ismeretlen katona sírját, és újra meggyújtotta az örök mécses lángját, hogy megemlékezzen a II. Világháború végéről. Nem zárt be véglegesen, de hetente már csak kétszer nyit ki a Pécs melletti Pellér gyógyszertára. Ezzel a megoldással próbálja a tulajdonos a rezsiemelkedéssel járó költségeit csökkenteni. Világban 6000 embernek kell más településre járni gyógyszerért.
A Pellérdi gyógyszertár hetente már csak szerdán és pénteken nyit ki. Kerestük az üzemeltető cég vezetőjét, aki nem kívánt nyilatkozni. Azt mondta, annyira megemelkedtek a költségei, amit a kis forgalom mellett nem tud kigazdálkodni. A falu polgármestere sem nyilatkozott, a helyiek viszont azt mondták, hogy a semminél jobb, de így is sokszor kell Pécsre menniük, ha a gyógyszerre van szükségük. Van egy másfél éves kislányom, így abban jelent problémát, hogy be kell mennem a városba ahhoz, hogy kiváltsam a gyógyszerét, hogyha éppen megfázik, vagy bármi kellene. Úgyhogy igen, probléma. 6000 ember ellátásáért volt felelős a Villányi Patika, amely 2 éve van zárva, miután a korábbi gyógyszerész halála után jogi vita akadályozza a működését. Az egyik kidolgozó asszisztens azt mondta, a készletet már ki kell dobniuk. Ezek közel 15 millió forint értéket képviselnek, amit ugye el tudtunk volna nagy részét adni az itt élő embereknek, és nem kellett volna nekik Siklósra, Nagyharsányba, Bolyba elmenni gyógyszerért. Kerestük Villány polgármesterét is, de őt nem értük el. A helyiek közül többen is fel vannak háborodva, hogy Patika nélkül maradtak. 2 éve nincs gyógyszertár. Itt ezt nem tudom, hogy ez ki rendezi, vagy ki intézi, de ez szemétség. Itt semmi más nincs. Itt minden a borról szól, semmi az emberekről. A korábbi gyógyszerész örököse, a bezárt patika tulajdonosa azt mondta, hogy évek óta tartó pereskedés után sem jutottak előre. Már megvolt az engedélyük Fiók patika nyitására, de hiába. De ezt egy siklósi gyógyszerész megtámadta, ezt a határozatot, meg is kaptuk az engedélyt a létesítésére. És egy volt alkalmazott, aki helyi képviselő és a helyi szoc egészségügyi bizottság tagja, ő pedig összefogott egy másik gyógyszerésszel, és úgy gondolták, hogy majd ők nyitnak egy Fiók gyógyszertárat. A tulajdonos elmondta, hogy hiába adott nekik a bíróság igazat, az ügy a kúriára került, így még akár 1 évig tarthat, míg a végleges ítélet megszületik. Szerdán jelentősen csökken majd a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is, a benzin esetében bruttó 15 forintos csökkenés jön, a gázolajért pedig a kutaknak bruttó 10 forinttal kell kevesebbet fizetniük, írja a holtankoljak.hu. A 95-ös benzin szerdától várhatóan 555, a gázolaj pedig 543 forintos literenkénti átlagáron lesz majd kapható. Az autósok 20-30 forintos eltérést is tapasztalhatnak a kutaknál, attól függően, hogy melyik hálózatnál tankolnak. Napokig is eltarthat, majd még helyreáll a vasúti közlekedés Hajdúhatház és Újfehértó között, ahol vasárnap siklott ki egy tehervonat 9 kocsija. A pálya mindkét irányban tönkrement, a rakományként szállított vasérc pedig kiömlött. A kárt 100 milliósra becsüli a vasúttársaság. A pálya helyreállítását a szakemberek megkezdték, speciális eszközökkel emelik vissza a kisiklott szerelvényeket a vágányokra. Az érintett szakaszon a vasúti közlekedés szünetel, az utasokat vonatpótló buszokkal szállítják, ami jelentős késéseket okoz a Debrecen és Nyíregyháza közötti vonalon. Híradunk után hamarosan kezdjük a Start című ma reggeli műsorunkat Krug Emíliával, tőle tudjuk meg, milyen témáink lesznek ma. Szervusz, Emília! Szervusz, Tamás, és köszöntöm a nézőinket is. Mifán terem az az élelmiszerbank kártya? Az adás első 15 percében szerintem erre a kérdésre biztosan választ fogunk kapni, mert hogy Vajda Zoltán, az MSZP országgyűlési képviselője, egyben a Költségvetési Bizottság elnöke lesz a szigorlat vendége, és az MSZP-nek a mentőcsomaga háztartásoknak elnevezésük programjában szerepel ez az élelmiszerbank kártya ötlet, amit a leginkább rászoruló 300 ezer magyar családnak adnának 20 ezer forinttal feltöltve. Na itt innentől kezdve egy csomó kérdés adódik, hogy hogyan lehet pontosan belőni azt, hogy ki a leginkább rászoruló magyar család, miért pont 20 ezer forint, miért pont bankkártya, úgyhogy szerintem ezzel kapcsolatban majd sok kérdésünk lesz a szigorlatban. Aztán érkezik a már híradóban is bemutatott Pegazus bizottság jelentésének eredményéről Rónai Sándor, a DK egyik uniós képviselője, és hát meg fogom tőle kérdezni azt, hogy oké, akkor most megint van egy jelentés, amiben igen, csak elmarasztoló kijelentések vannak Magyarországra nézve, és hogyan tovább vajon ezzel bármit kezd a magyar kormány, mert hogy valószínűleg nem nagyon akar. És ide tartozik az a kérdés is, hogy tegnap bejelentette szintén azt a kormány, hogy mégiscsak szeretnénk a helyreállítási alap hitel részéből is kapni. Ugye 2020-ban még azt mondta Orbán Viktor, hogy ez csak a nagyon eladósodott országoknak való hitel, úgyhogy eszünk ágában sincsem ezt felvenni. Hát aztán most úgy tűnik, hogy változott a helyzet, úgyhogy a DK uniós képviselőjét erről is fogjuk majd kérdezni. És aztán persze
persze fogunk mi is foglalkozni a magyar érettségivel. Egyébként érdekes, hogy talán a Telex töltette ki a ChatGPT-vel a magyar érettségi tételstolt, és hát a mesterséges intelligenciának egy olyan nagyjából 3-asra sikerült ezt kitölteni. Viszont magyar tanárok azt mondják, hogy ez volt az utolsó korszerű érettségi, hogy miért, és mi lesz az a műveltségi teszt alapú érettségi, ami jövőre vár a magyarból érettségizőkre, ezt és meg fogjuk majd beszélni egy magyar tanárral. És fontos lesz az, hogy a háborús rovatunkban ma Cseri Ferenc nemzetbiztonsági szakértővel arról beszélünk, hogy Ursula von der Leyen az Európa napot Kijevben fogja ünnepelni, miközben ugye ez a nap a győzelem napja Oroszországban, és az ukránok igen komoly orosz támadástól tartanak ezen a napon. Például egy ukrán acélgyár távmunkára kötelez mintegy 20 ezer dolgozót, mert annyira tartanak ettől a bizonyos orosz támadásról, úgyhogy mindenről és a háború friss fejleményeiről pedig Cseri Ferencet fogjuk majd kérdezni. A Start Plusznak a témáit majd együtt elmondjuk Tamással, akit ide várok a Start stúdióba, kezdünk nem sokára. Így lesz, köszönjük az invitálást, Emilia, nézzék tehát műsorunkat egészen 9 előtt 5 perc, ide közben még 7 órakor és majd 8:55-kor is láthatnak friss híradót itt az ATV-n, kezdjék velünk a napot.